himnusz eléneklésével kezdődött a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium érettségi átadó ünnepsége, melyet a zeneiskolában rendeztek meg. Ezen a napon 106 végzős tanuló vehette át a bizonyítványát, a külsős érettségizőkkel együtt pedig összesen 112 bizonyítványt osztottak ki az eseményen. Én szerintem nagyon jól sikerült, tanultam rá nagyon sokat, főleg a emeltöltenem érettségimre, és meg is hozta a gyümölcsét, egy jó 5-ös érettséggel tudtam zárni. A tanulmányaimat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtiszt képző karán szeretném folytatni. A bizonyítványok átadását megelőzően a diákok közösen köszönték meg tanáraik munkáját az osztálytermekben. Ezután osztályonként búcsúztak el a végzősöktől, így a program két naposra bővült. Az Erkel Ferenc Gimnázium igazgatója elmondta, idén mindenképp különös figyelmet szerettek volna szentelni a végzősöknek, tekintettel a közelmúlt eseményeire. A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium életében egy különleges eseménynek lehetünk szem- és fültanúi, ugyanis most a járványügyi helyzet miatt a ballagás virtuális formában történt, és most mégis úgy gondoltuk a szülőkkel és a végzősökkel egyetértve, hogy az érettségi eredményhirdető ünnepségét kapcsoljuk össze egy ballagással. Jó hírrel tudok beszámolni, nagyon szépen helytálltak a végzőseink, nagyon szép eredmények születtek, több nyelvvizsga és emelt érettségi díszíti a bizonyítványt, és ezen kívül ezen az eseményen kerülnek átadásra az intézményi nagydíjak is. Zámori Ida hozzátette, a következő hetekben már a 2020-21-es tanévre készülnek fel, az Erkel Ferenc Gimnáziumban 3-9. Osztályt indítanak szeptembertől. Az alábbi felvételek még a Bai Zoltán Általános Iskola ballagási ünnepsége előtt készültek. Ekkor a 19 végzős diák még izgult, hiszen amellett, hogy szombaton hivatalosan is véget ért életük egy fontos szakasza, korábban még nem volt példa arra, hogy ilyen körülmények között ünnepeljenek. Most a kialakult helyzet miatt jobban feszültek vagyunk, izgulunk, de nagyon jó volt találkozni az osztálytársakkal, hiszen nem igazán találkozhattunk. Az idei ünnepség rendhagyó volt abból a szempontból is, hogy a ballagó diákoknak ki kellett hagyniuk az intézményben tett utolsó sétát, illetve nem lehettek jelen az alsóbb évfolyamosok sem. Az udvaron pedig a járványügyi szabályokat betartva, csak a tanulókkal egy háztartásban élők lehettek jelen. Ez a rendhagyó ballagás mindenkinek eléggé meglepő volt, de igazából szerintem jól sikerült, hogy így össze tudtuk hozni, kicsit azért meghittebb, hogy csak a fontos emberek vannak itt, úgymond az osztály és az a tanárok, elbúcsúzhatunk, és a jövőre igazából nézve szeretnék jól tanulni, ugyanúgy továbbra is, leérettségizni, tanulni tovább egyetemre, és igazából semmilyen rendhagyó tervem nincs. 3 hónappal ezelőtt még egyáltalán nem volt biztos, hogy itt fogunk állni valamennyien, még utoljára együtt, egy utolsó Isten hozzádot mondani egymásnak. Szabóné Bohus Márta tagintézményvezető elárulta, az elmúlt hetekben számos változáshoz kellett alkalmazkodni, de mind a diákok, mind a tanárok sikerrel vették az akadályokat. Ezt mutatja az is, hogy a végzős osztály minden tanulója sikeres bizonyítvánnyal térhetett haza. Hozzátette, az utóbbi időben abban reménykedtek, hogy valamilyen formában megrendezhetik a ballagást, hogy a tanulók mindenféleképpen elbúcsúzhassanak iskolájuktól. Nagyon nagy izgalommal lestük a híreket, és vártuk azt, hogy lehet-e ballagás. Én úgy gondolom, hogy mindannyian hálát adhatunk annak, hogy most itt utoljára össze tudunk gyűlni, és el tudunk búcsúzni egymástól. Azt kell, hogy mondjam, mind a tanulók, mind a szülők, mind a kollégák nagyon rugalmasan és megértően álltak a dologhoz. Mindannyian örülünk, hogy nagyon jó idő van, és itt az udvaron tudjuk megrendezni a ballagást. Amit kértem, hogy csak az egyháztartásban élők legyenek jelen a ballagáson, közülük is szülők, és ha a testvért nem tudják hová rakni, akkor maximum 1-2 testvér. Tehát még mindig nem fogjuk túllépni az engedélyezett létszámkeretet, de én úgy gondolom, hogy igenis meg kell, hogy ünnepeljük a ballagás, lehetőséget kaptunk rá, és meg is fogjuk ünnepelni. Az eseményen amellett, hogy elismerésekkel jutalmazták a kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező tanulókat, a végzősök átadták az iskola zászlóját a 7. évfolyamosoknak.